A Mándoki kastély az 1790-es években épült barokk stílusban, bár az utóbbi évtizedek pusztítása miatt már csak a falai álltak az újjáépítés elkezdése előtt. Ez egy U alakú kastély, és a háborús pusztítások után eredetileg a két külső szárnyát lebontották, de ez most visszaépítésre kerül, tehát ennyire ebben a tekintetben az épület visszanyeri eredeti tömegformálását, és a tetőszerkezet, illetve a teljes külső homlokzat, illetve nyilván van a belsők is megújultak. A felújítást követően közel ugyanolyan lesz a kastély, mint fénykorában. Látogatható lesz a munkálat végeztével, valamint a körülötte lévő park egy része is megmaradt eredeti formájában. Ez az impozáns épület egy közepes nagyságú főúri kastély, ahol korábban vadászatokat, színházi előadásokat és vendéglátóesteket is rendeztek. Ezeket az érdekességeket és korabeli forrásokat tartalmaz Alföldi Gábor könyve, a kötetet a megyei levéltárban mutatták be. Például Czóber Minka leveleit tudom említeni, aki sok szálon kötődött Mándokhoz, és színesen számol be az itteni kastélybeli életről a 19. század végén. Tőle tudjuk például, hogy az elektromos áramot már 1889-ben bevezették a kastélyba, és belső telefonhálózattal értesítették a cselédséget, hogyha kellett valami. A kötetből az építés történeten túl az olvasó megismeri a kastély virágkorát és pusztulásának körülményeit, valamint újjáépítését is. A könyvben eredeti források, szakmai összefoglalók és sok-sok kép kapott helyet.